megtörtént az akció, nem ijesztő egy ilyennel kezdeni egy pártot? Háborúban nem. De én azt gondolom, hogy ez nem, nem ijesztő. Tehát gyakorlatilag ez egy látvány jelen volt, egy effekt, egy ugyanolyan filmes effekt, amihez nap mint nap hozzászokhattak az emberek a különböző akciófilmekbe. Ezt egy jelzésnek szántuk a kormánynak, hogy ez ugyanúgy most egy kicsit pukkant, de ennél sokkal nagyobbat fog pukkanni majd az, amikor 2018-ban megerősödve egy méltó kihívója leszünk a kormánynak. De ma arról szólt a beszéd, hogy párta alakultak. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy végre egyszer valahára szeretnénk, hogyha átlagos embereket képviselni valaki. Mi is átlagos emberekből tevődtünk össze, és szerencsére azért az a szakmai háttér is mögöttünk van, tehát azok a szakembergárda, aki az elmúlt évtizedekben a vállalkozásaimból, kapcsolataimból megvannak, akikkel ki tudunk dolgozni egy komoly és kivitelezhető programot. Mi a program? A programon még dolgozunk, én azt mondom, hogy legkésőbb ennek az év végéig egy nagyon részletesen kidolgozott programot fogunk a média rendelkezésre bocsájtani. Pontosan azért lássa mindenki az, hogy célokat tűztük egyenlőre. Tehát olyan alapvető célokat, az egyenlőtlenség felszámolása, a bérek emelése, gyakorlatilag a lemaradó térségeknek a felzárkóztatása, tehát alapdolgok, elszámoltatás, új alkotmány. Tehát ezek olyan dolgok, ami evidens, hogy szükségesek, hogy már régeség meg kellett volna tenni. Ugye itt körülbelül olyan 30 ember volt, ez a pártagság? Vagy ki a pártagság? Ez a pártagság, ez az alapítók tulajdonképpen, és ők se voltak itt, mint 14 emberrel alapítottuk meg a pártot. Egész konkrétan még most van a megalakulás, hivatalosan még ugyebár még bíróságnak kell rábólintania, ez még egy hosszabb procedúra lesz. De elkezdtük, az alapítókirat elkészült, eldöntöttük, hogy párttá alakulunk, most engem választottak meg elnöknek, és szeretném méltóan képviselni mindezt a csapatot, mind pedig a magyar embereket. Ha ilyen a kezdet, akkor milyen lesz a folytatás? Hát ennél forróbb és határozottabb. Aki eddig is ismert, láthatta, hogy nem a szavak emberei vagyunk, tesszük a dolgunkat, és ezt a jövőben is így kívánjuk tenni. Nem mellé beszélni kell ebbe az országba, hanem kidolgozni terveket, konkrét programokat szakemberekkel, és azokat meg is kell valósítani. Ezek a céljaink.